Tart ágok, bogok, rácsai között, kaparásznak az őszi ködök, s vaskorláton bunyorog a tér. Fáradtság öli a teherkocsit, szomszogó mozdonyról álmodik a vakvágánya, amint hazatér. Itt-ott kedvetlen, lombos sárga lomb tollászkodik és hosszan elborog. A kövön irkos tapadás pezser. Atyuba szedte rongyait a nyár, a pirosító kedvű oda már, hogy váratlanul, ahogy érkezett. Ki figyelte meg, hogy még dolgozik, a gyár körül az ősz ólálkodik, hogy nyála már a téglák rosszorul. Tudtam, hogy ősz lesz, s majd fűteni kell, de nem hittem, hogy itt van igazán. Szemembe néz, s fülembe morul. Semmi sem. Senki ne gondolja, hogy a város nevének kimondása a legnehezebb feladat. A legnehezebb feladat elmondani, hol is vagyunk valójában. Persze, persze, Lengyelországban. Ez azért is valószínű, mert ez a sorozat Lengyelországot akarja bemutatni. Tehát, Lengyelország. Rendben. A Szán folyó partján. Ez is rendben. De hol vagyunk még? Hát, mindenekelőtt Galíciában, a lengyel-ukrán határszélen. Istenem, mennyi határ volt itt már 2000 esztendő alatt. Kelet-Galíciában. Galíciáról nekünk, magyaroknak két dolog jut eszünkbe mindenekelőtt. Az első világháború és a zsidók. Most, ha itt vagyunk Przemyślben, szót fogunk ejteni az első világháborúról is. De lássuk mindenekelőtt ezt a várost. A város címerében ott a medve. Ez nem túl meglepő fordulat, gyakori vendég a címerekben a medve, és szinte alig-alig akad címer, amelyikben cickány vagy patkány büszkélkedik. A przemyśli medve azért került bele a város címerébe, mert a herceg erre vadászgatván medvét ejtett el, s nagy örömében mindjárt alapított is egy várost a halott medve alá. Ez a legenda. És már most, utunk elején szögezzük le, mi fölöttébb nagy barátai vagyunk a legendáknak. Mert még éppen Rousseau-nak a jéghideg felvilágosodás lelketlenségében kellett megírnia az új Eloászt, s ezzel megalapoznia a szentimentalizmust, úgy mi nekünk ebben a varázstalanított világban szükséges hinnünk a legendákban és a varázslatokban. Lengyelországban mindkettőből akad elég. Tehát ezért a medve a címerben. Egy másik legenda szerint a város neve egy öregasszonynak köszönhető, aki az akkor még név nélküli településen így szólt a néven töprengő sokasághoz. Misl, nyemisl, najlepsz, bengyeb, semisl. Feltétlenül le kell szögeznünk, hogy a várost magyarázó legendák közül ez a legtökéletesebb a maga egyszerűségében.
ugyanis a Michel lengyelül gondolatot jelent. Tehát ez a város valamiképpen egy gondolat a lengyel-ukrán határon Kelet-Galíciában. Régi, nagyon régi gondolat már ez a város. Laktak itt kelták, meg a római birodalom helytartói és légiósai, és jöttek aztán nagyon hamar a szlávok, mert a szlávok mindig nagyon hamar jönnek valahogyan. De a honfoglaló magyarok is birtokolták ezt a helyet, miképpen lett aztán orosz kézen, árpádháziak kezén, Habsburgok kezén, németek kezén, szovjetek kezén. Mindenki tapogatta, tapostabb semisült, a várossá lett gondolata. Most, ha végignézünk a városon, látjuk, hogy a legfontosabb gondolat itt a kereszténység. És mivel Európa megáltalkodott bigott ateizmusában és beteg liberalizmusában éppen megtagadja saját keresztény gyökereit, hát e város keresztény gondolata különösen jó leső érzés a vándornak. Legyen azért első sétánk egy keresztény séta. Kezdjük mindjárt az elmélkedést a keresztelő Szent János tiszteletére szentelt katedrálisnál. Itt is úgy volt, mint szerte a keresztény Európában. Előbb a gótika emelt méltóságos templomot az Úrnak, majd jött a legnagyobb templom építő, a barokk, és megemelte, még monumentálisabbá tette azt, amit a gótika elkezdett. Semisl katedrálisát is a barokk fejezte be az izgága 18. században. A tiszteletet parancsoló, szemet és lelket égbe emelő templom 70 méter magas tornya külön áll. Mintha az építők befejezték volna a munkát, a legutolsó pallér is elmosogatta a vakolókanalat, s már indultak a korcsmába, amikor egyikük felkiáltott. A betyár mindenségit, hát a torony hol maradt, komák? És tényleg. Így aztán nekifogtak és felhúzták a tornyot a kész templom mellé, és csak utána mentek ledönteni egy okocimot, hozzá meg egy kicsike zsubrovkát, benne a jóféle bölényfűvel. A torony pedig itt maradt, és azóta is várja, hogy majd csak felteszi valaki a helyére, a templom tetejére. Addig is még ez megtörténik, a katedrális egyik bronzajtaján Jan Balicki vigyázza a betérők nyugalmát. 1869-ben született a későbbi paptanár egy nagyon szegény családban, és annét került a Psemisli szemináriumba teológiát tanulni. Itt szentelték pappá, majd Rómában doktorált. Onnan tért vissza a városba, hogy dogmatikát tanítson a szemináriumban. 1948-ban vitte el a tüdőbaj a szelíd tudós papot, akit II. János Pál pápa 2002-ben boldoggá avatott. És a katedrális főbejáratát éppen ő, az elmúlt legalább fél ezer esztendő legnagyszerűbb pápája, az azóta szintúgy boldoggá lett II. János Pál vigyázza. A katedrálissal szemben áll a kanonok ház. Erkélyéről leomlik a piros virág, és a békés csöndesség. Ez a békés csöndesség fog kézen a késő őszi napsütésben, és vezet végig az Amkován. Előbb a katedrális iskola köszön, kissé feljebb pedig a római katolikus szeminárium nagy szürke tömbje dör mögi, hogy tetszik vagy sem, de a katolicizmus örök. És nagyon jó tudni ezt ebben a bizonytalan és rettenetes világban. Az Amkova végén áll a Nagy Kázmér építtette várkastély.
A kapubástya tetején büszkén lobog a lengyel zászló. A kastélykertben pedig egy hatalmas kőtömb állítja meg az utazót. Ez a kő a lengyel alkotmány tiszteletére áll itt. 1791. május 3-án fogadták el azt az első lengyel alkotmányt, és a 100 éves évfordulón 1891-ben helyezték el itt a követ. S bármi szörnyűség történt a lengyelekkel, ez a kő itt áll azóta is. Pedig történt ő velük szörnyűség elég. Keresztény sétán következő állomása a görög katolikusok szintúgy keresztelő Szent János tiszteletére szentelt katedrálisa. A barokk templom alá állva, s a rohanó felhőket nézve szinte rád dől az ég és az Isten kegyelme. A templom mögött hatalmas harangláb áll, s tart három gyönyörű harangot. Ezek a harangok 1991 óta a bizánci ukrán hívek lelkéért szólnak, erről tanúskodnak a fekete arany feliratok. De a harangok szava alá odafér minden keresztény lélek, és odafér a múlt is, a jövő is. Ezért aztán oda kell férjen valahogyan ez a gyalázatos jelen is. Erről a gyalázatos jelenről valahogy nem hajlandó tudomást venni Lengyelország, és nem hajlandó tudomást venni semmisől sem. A kelet-galíciai ukrán határ menti lengyelváros Európa szépséges végvára. Szent kelet vesztett boldogsága, ez a gyalázatos jelen, és a kicifrált ködjövendő táncol egy boros asztalon, s őskaján birkózik vele. Igen. Botorkál Európa, botladozik az egykor nagy és büszke nyugat a gyalázatos jelensugár útján, de Psemisl öreg utcái s keresztény templomai addig is őrt állnak, ameddig elvonul a köd, ameddig rádöbben önnön borzalmára a világ. Így áll őrt a Szent Teréz templom is a karmeliták kolostorával. Őrt áll a ferencesek Mária Magdolnának szentelt temploma is az Asnyika oldalán. S talán nincs is emberibb, esendőbb és esendőségében szerethetőbb szent a madarakkal társalkodó Assisi Szent Ferencnél. Itt a várossá lett gondolat közepében álló templom is esendő és fáradt. Freskói szinte lefolynak falairól, színe pedig annyira fáradt, bágyat sárga. Éppen ilyen színű a 21. század legyűrte maradék, igazi és örök élet. Fenségesen öreg, sárga élet. Hozzá képest szinte hibalkodó a páduai Szent Antalnak szentelt templom vöröse.
és megnyugtató a régi óratorony piszkos fehérje. Megdöbbentő dolgot fogok elárulni önöknek, és ígérjék meg, hogy nem adják tovább. Szóval, az öreg óratorony annak idején, a 18. században óratoronynak épült. Most gondoljanak csak bele. Voltak olyasféle földhöz ragadt idők, mikor az eredeti szándékok maradtak, mikor az igen, igen volt, a nem pedig nem. Amikor az óratorony óratorony volt, a templom pedig az Isten háza. A férfi pedig férfi, és én Istenem, ne hagyj el, a nő pedig nő, és a kettő között nem volt átjárás. Hát, azokból az időkből maradt itt a piszkos fehér óratorony. Most pipa múzeum és harang múzeum van benne, mert Przemyślben nagy múltja van a pipa készítésnek és a harangöntésnek. A városban még ma is 10 pipa készítő műhely üzemel. És lássuk be, a várossá lett gondolathoz jobban is illik a pipa készítés, mintha mondjuk jó sok mérgező műtrágyát készítenének itt szorgos proletárok. És a piszkos fehér óratorony szomszédságában II. János Pál pápa szobra áll. Őszentsége 1991-ben járt itt, és ő is illik ebbe a városba, ő és az életműve. A szelíd szeretet világa és a ne féljetek békességes és kérlelhetetlen parancsa, amelybe beleremegett az iszonyat rendszere szerte keleten. Pedig csak egy szelíd lengyel pap szólt halkan, ne féljetek! Igen. Igen. Nézzetek csak körül a világban. Az elmúlott 2000 évben mennyi birodalom tűnt el, pedig hatalmas hadseregek vigyázták, és a világ minden pénzét, kincsét önmaguk fenntartására fordították. De már nincsenek sehol. Míg azok a rendek, melyeket néhány szelíd szerzetes hívott életre, és amelyeket mindössze néhány szelíd szerzetes imája őriz, ma is megvannak, miképpen él az egyház is, 2000 esztendeje. Az a baj persze, hogy ma már semmit sem jelent az, hogy 2000 esztendő. Gyere, üljünk ki a rinekre, nézzünk körül, lássunk mindent fekete-fehérben, és olvassunk Stuart Brandot. Kórosan rövidül a civilizáció figyelmének időbeni kiterjedése. Ezt az irányzatot eredményezheti a műszaki fejlődés felgyorsulása, a piac vezérelte gazdaság szűk látókörűsége, a demokráciáknak a következő választások időpontjával behatárolt szemlélete, vagy éppen a személyes lekötöttségek sok irányúságának elterelő hatása, és mindez egyre jellemzőbben. Valamiféle kiegyensúlyozó tényezőre volna szükség a rövid távú gondolkodás mellett. Egyfajta mechanizmusra vagy mítoszra, ami a hosszú távú szemléletet és a hosszú távú felelősségvállalását támogatja, és ez a hosszú táv legalább évszázadokat jelent. Az öreg piac téren azért jelen van a hosszú távú felelősségvállalás. A múltból integet, csak nem látja senki sem. A galambok változatlanságában is benne él, de mert nincsen sajtója, hát a kutyát sem érdekli. Elmúlott évszázadok vágnak át a piac téren, megemelik kalapjukat a jelen ifjú ostobasága előtt, de nincs, aki visszaköszönjön ő nekik. Az ókori görögök kétféle időt különböztettek meg, a kairoszt, az alkalom vagy a kedvező pillanat, és a kronoszt, örökkévaló vagy folyamatos idő. Még az első reményt kínál,
a második figyelemre int. Kairos a leleményesség ideje, Kronosz a bölcsességé. Halottaink és meg nem született leszármazottaink a Kronosz birodalmának lakói, és folyamatosan duruzsolják fülünkbe figyelmeztetéseiket, amiket meghallanánk, ha hajlandók lennénk kitekinteni megalkuvó Kairos típusú álláspontunkból. A Kairos aranykorát éljük, vagy inkább a Kairos higanykorát. Folyékony, képlékeny, csillámló, mérgező, háborzongató. Semmisről öreg piac terén ülve kitekinthetünk a Kairos típusú álláspontunkból, és megláthatjuk az elmúlott évszázadokat éppen úgy, mint a közelmúltat, vagy az eljövendőt. Csak fülelni kell a felületes zajok mögé, a csöndbe, a beszédes csöndekbe, és meg kell látni a valóságos dolgokat. Például Schweiket, a derék katonát, ő a legvalóságosabb. Ő vele folytatjuk a barangolást.